Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, Fehérvári Beszélgetések című műsorunkat látják. A múlt héten már beszámoltunk arról híradónkban, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályatanácsadói különdíjat nyert, immár egyébként másodszorra ismerték el a kötetüket. Egy pályaorientációs kötetről van szó, mely Fűrész István nevéhez is kapcsolódik, hogy Fűrész Istvánt szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Picit beszélgetünk a kötetről, ami ugye egy igen szép elismerést kapott, és hát az ön pálya munkájáról. Ugye az ön életében nagyon fontos a pályaorientáció, és hát ebben tevékenykedik már hosszú évtizedek óta. Igen, örülök a lehetőségnek, és köszönöm a meghívást, mert így a pályaorientációról szóló ismeretek, lehetőségek több emberhez eljutnak majd. Mielőtt még a kötetekről beszélgetnénk, egy picit kanyarodjunk vissza az ön pályájának kezdetére. Ha jól tudom, akkor a Széchenyiben is többek között nagyon hosszú ideig pedagógusként tevékenykedett, mielőtt a pályaorientáció az életébe bejött. Igen. Én 1981-82-es tanévtől tanítottam a Széchenyiben a nyugdíjazásomig. Már ez alatt az idő alatt is sikerült a pályaorientációt egy kicsit bevinni az iskola életébe, de akkor még csak az iskola életébe. A pályaorientáció később kapott nagyobb lehetőséget a magyar pedagógiai gyakorlatban, és sajnos még mindig egy kicsit mostoha gyereke a magyar pedagógiának. Olyan annyira mostoha gyereke, hogy a pedagógus képzésben egyetlen kreditért sem kell megküzdeni a pedagógusoknak, mármint pályaorientációs kreditért. Tehát nehéz helyzetben vannak, mert ugyanakkor pedig a jogszabályok elvárásokat rögzítenek a pályaorientáció érdekében, és ezért igyekszünk segíteni a saját fölkészültségünkkel és lehetőségünkkel a pedagógus kollégáknak, meg természetesen a tanulóknak is. És az a munka, amiben eredményesek lehettünk, az a szakképzési centrum és a Székesfehérvári önkormányzat összefogásával folyik, annak köszönhetően alakulhatott ki. Még mielőtt erről az egész pályaorientációs témáról beszélnénk, egy picit menjünk vissza a múltba, és hát ön ugye műszaki ember, honnan indult ez az egész, honnan az érdeklődés? Igen, az érdeklődés az nagyon mélyre nyúlik vissza. Nem titok, hogy én 1950-ben születtem kulák gyereknek. Vagyis ez meghatározta az én pályaválasztásomat, gyakorlatilag kényszer pályára kerültem. Engem a pedagógia érdekelt volna, már 8. koromban tanárnak képzeltem magam, sőt egy kicsit korábban is, aminek főleg a tanáraim az okai, de elsősorban és még jobban az alsós tanítónéném varázsa, az végigkövetett az életen. De hát nem volt perspektíva tanárnak lenni, és egy kulák gyereknek nem volt túlnyitott pálya a pedagógus pálya, a pedagógiai főiskolák vagy egyetemek. Ezért a szüleim józan javaslatára műszaki pályára kerültem a Széchenyi elődjébe, a Ságvári technikumba, ahol nem volt sikertelen pályám, sőt én néhány évig dolgoztam az iparban is, de azért a szívem visszahúzott, húzott a pedagógiai pálya fele, és a kompromisszum az volt, hogy nem valami reál szakon, vagy esetleg bölcsész szakon, amihez még úgy inkább lett volna vonzalmam, hanem műszaki tanári képesítést lehetett szerezni, és akkor műszaki tanárként helyezkedtem el a Széchenyibe. De miután láttam, hogy ott is, még a 80-as években is nagyon sokan úgy tanulnak, hogy nem az eredeti szándékuk szerint, hanem szüleik és a környezetük indítatására, és hát ez visszahatott a munkájukra, ezért én elkezdtem pályaorientációval foglalkozni, vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne megelőzni azt, hogy sok pályatévesztett, iskolatévesztett tanuló nehezítse a saját életét, a tanárai életét, meg az iskolatársai életét is. Ez egyébként mikor jött be az életébe? Mert most az én fogalmaim szerint, meg ugye nagy laikusok szerint szerintem, ez egy úgy tűnik, mintha egy néhány éves dolog lenne így a köztudatban. Legalábbis én még a gyerekkoromban nem emlékszem arra, vagy a középiskolában, hogy bárki pályaorientációval foglalkozott volna, vagy csak nem tudtunk róla, nem jutott el hozzánk. Nem, az emlékei azok nagyon pontosak.
bár a pedagógiai szakszolgálatok már régen léteznek, és nekik azért volt és van is ilyen tevékenységük, de az egy elég elzárt tevékenység, oda sajnos kevesen jutnak el, és sajnos eszközfejlesztés sem volt azon a területen, tehát nagyon régi eszközökkel dolgoznak ott a kollégák. Most ezekben a hetekben van egy olyan helyzet, ami egy kicsit felbolygatta az ő életüket. De térjünk vissza a kérdés lényegéhez. A pályorientáció, mint fogalom, egyáltalán a Világbanki Szakképzés Fejlesztési Programmal jelent meg Magyarországon a 90-es évek elején. A pályorientáció bevezetése is feltétele volt a fejlesztésnek, a fejlesztéshez kapott támogatásnak. De hát szándék volt, kötelezettségek voltak, eszközök, fölkészült emberek meg nem voltak hozzá, és pályorientáció alatt, hát én ezt szakmába mártogatásnak szoktam nevezni, tehát ilyen burkolt szakképzés volt, vagy megelőző szakképzés. És pont abban az időben kezdett csökkenni a születésszám, de hát nem is az volt az elsődleges cél, hogy minden tanuló a neki megfelelő pályára kerüljön, hanem az iskolák inkább azzal foglalkoztak, hogy megfelelő számú tanulót tudjanak beiskolázni. És most jön a nagyon lényeges dolog, 1998-ban az első Fidesz kormány ismerte fel ezt a helyzetet. A Pokorni Zoltán személyes elkötelezettje volt annak, hogy induljon pályorientációs képzés, és akkor sikerült szakot alapítani erre a Szent István Egyetemen. Aztán ugye ez nem, az előbb említettem itt egy pártot, de nem volt kitéve politikai viszontagságoknak a pályorientáció. De nagyon kevesen végeztek ott pályorientáció szakon tanárok. Tavaly novemberben elhangzott a képzés, az első kibocsátás, az első diplomakiadás 20 éves évfordulóján volt egy konferencia, elhangzott, hogy összesen 20 év alatt 202 ilyen diplomát adtak ki. Ami azért van, mert az iskolák nem rajongtak a pályorientációért, vagyis a tanáraikat minden más továbbképzésre beiskolázták, de erre nem. És egyébként is a 202 kiadott diploma tulajdonosának a kétharmad háromnegyed része HRS-ként dolgozik valahol, mert kiváló fölkészülést kaptak a pályorientációs tanárképzés során, ahhoz a pályához is. De egyébként az iskolákban, ha jól tudom, most már azért hallani egyébként egyet-egyet, hogy van ott külön erre tanár, vagy nem tudom, hogy esetleg más tantárgyat tanít-e, de hogy pályorientációval is külön foglalkoznak már. A fehérvári iskolákban azért van pályorientációs tanár, mert a szakképzési centrum és az önkormányzat összefogott annak érdekében, hogyha pályorientáció szakos tanár nincs is, de legyenek olyan tanárok, akik eseti segítséget tudnak nyújtani a fiataloknak, akik tudják használni a szakképzési centrum által kifejlesztett szoftvereket, akik járatosak az általunk írt segédkönyvekben, és így a számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást tudják gyakorolni, művelni. De országosan nem ez a helyzet. Fehérvár az egy kiemelt helyzetben van. Kapott is a szakképzési centrum igazgatója, főigazgatója, aki ma már kancellár néhány hete, egy levelet a Gödöllői Egyetemtől, a Szent István Egyetemtől, amiben leírja az intézetvezető, hogy ma már a pályorientációs szakmában beszélnek fehérvári műhelyről, hát az itt kialakult gyakorlatnak már van ilyen elismerése is, és gyűjtőneve. De sajnos az iskolákban önálló pályorientációs tantárgy nincs. 3 éve van a tanévrendje rendeletben meghatározva az, hogy minden évben egy tanítási napot pályorientációs napra kell használni. És hát még ez sincs elegendő eszköz, sőt, valljuk be, hogy nincs is minden iskolában elegendő szándék ehhez. Van, ahol csak a 7.-8.-asoknak tartanak, van, ahol minden év folyamnak, van, ahol nagyon jól csinálják, és van, ahol pedig egy ilyen rendkívüli rövidített munkanapra, tehát egy ilyen munkanappótló munkanapra teszik, amikor egyáltalán a jelenlét sem akkora. Nem mindenhol látják még a jelentőségét. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy most egy kicsit úgy hangzik, mintha ez a téma nem lenne annyira előtérbe, illetve nem került volna még annyira előtérbe, viszont nagyon fontos, és bennem felvetődik a kérdés az, hogy
pályaorientációs szakemberként hogy látja, hogy melyik az az életkor, illetve hát azt tudom, hogy vannak fázisok, amiken át kell esni, de hogy melyik az az ideális életkor, amikor erről egyáltalán lehet beszélni a fiataloknál, mert hogy nem feltétlen mindenki 14 évesen akarja eldönteni, hogy mi legyen. Lehet, hogy valakinél 18 éves korban jön el ez az idő. Igen, hogy mikor kell róla beszélni, ezt nagyon nehéz megjelölni, mert pontosan ezeknek a könyveknek a harmadik kötete abból a célból készült, hogy már az egész kicsiknek is meg lehessen mutatni, hogy vannak pályák, vannak foglalkozások, de direkt pályorientációt az alsó évfolyamokon nem kell folytatni. Ennek ellenére a pályorientáció folyamat, tehát nem lehet egy-két eseménybe begyűrni, mint ahogy egyáltalán a nevelés, a fejlesztés is folyamat, és nem lehet semmit az utolsó időszakra, vagy valami határidőhöz kötve művelni. Inkább arról kell beszélnünk a kérdés konkrétsága okán, hogy van pálya választási érettség, mint fogalom, és van pálya érettség, mint fogalom. És ezt a kettőt nagyon-nagyon sokan összekeverik, még úgynevezett szakcikkekben is. A pályaválasztási érettség szó az önmagáért beszél, ez egy 14-15 éves életkorra elérhető állapot. Azért, hogy ez az állapot kialakuljon, sokat kell tenni, alsótól fogva. Csak egy olyan egyszerű sétával, hogy kimegyünk a játszótérre, és megnézzük, hogy hány ember munkája, összefogása kell azért, hogy ez a pad, ez a csúszda ide kerülhessen. Ez pályorientáció, nem kell annak nevezni, sőt, jobb, ha ki sem mondjuk a szót. De a folyamatot el kell indítani. Magyarországon nagyon ragaszkodott a hagyomány a 14 éves életkorban történő pályaválasztáshoz, de ma már végképp be kellett látni azt, hogy a pályaválasztási érettség nem alakul ki feltétlenül 14 éves életkorra. És ezért született most egy nagyon jó jogszabályváltozás, ami lehetővé teszi azt, hogy a szakképzésben ne szakmára iskolázzanak be tanulókat, hanem ágazatra, és az ágazaton belül is lehessen váltani a 9. vagy a 10. évfolyam után, ez iskolatípustól függ, de akár egész máshova is el lehessen menni évfolyamvesztés nélkül. Persze annak vannak oldalagos feltételei is, de nem teljesíthetetlenek. És a pályorientáció nem fejeződhet be azzal, hogy valakit hozzásegítettünk egy szerencsés esetben jó és megalapozott pályaválasztási döntéshez. Ugyanis a pályaérettség elérése, az pedig a szakképzés feladata. A szakképzésben kell olyan pályaszocializációt folytatni, ami a pálya gyakorlására éretté teszi az embereket, a tanulókat, hogy biológiai lényből szakemberré válhassanak, társadalmi lényé válhassanak. Akkor viszont ezt a folyamatot talán segíti ez az átalakulás is, ami most itt a szakképzési rendszerben megtörtént? Abszolút segíti. Abszolút ennek a jegyébe van kitalálva. Igen. Akik most irányítják ezt a területet, azok fölismerték, hogy a pályorientációnak nem célja, hanem oka van. Ugye ez egy Kassák Lajostól lopott mondat, aki a művészetre mondta ezt. A pályorientációnak azért van oka, mert minden ember csak a személyiségének megfelelő értelmes tevékenység gyakorlásában tud fejlődni, alkotni, eredményesen dolgozni. Na, beszéljünk egy pár mondatot ezekről a kötetekről. Ugye most már a harmadik pályára fel kötet jelent meg a közelmúltban, amivel ugye ismét egy kitűnt, illetve hát egy díjat sikerült elnyerni, külön díjat, ami a szakképzési centrumé lett. Na, de hát az ön nevéhez fűződik leginkább. Beszéljünk erről egy picit, és még hát menjünk sorba rajtuk szerintem. Mert hogy mindegyik más. Mindegyik más, és egy érdekes ellenirányú dolog van köztük, mert amikor az első kötet elkészült, az az önhöz közelebb levő fehér. Megmutatom a kamerának. Akkor az ilyen első segély jelleggel készült el, és nyilvánvaló volt, hogy első segély pályorientáció ügyben a nagyobbaknak, tehát a 13-14-15 éveseknek kell. Ezért az a kötet meglehetősen vegyes felvágottként készült el, hogy minden pályorientációs művelethez próbáljunk segítséget adni. Ebben vannak játékok,
szoftver alkalmazási leírások, pályorientációs nap megszervezéséhez szükséges információk, és még néhány kisebb dolog is. És amikor erről láttuk, hogy ez sikerült, és ugye ez nyerte az első díjat, az is akkor külön díj volt, de én nagyon örülök annak, hogy nem az első díjat nyertük meg, hanem a külön díjat, hiszen az indoklásban bent volt, hogy a komplexitása miatt kap külön díjat, hiszen sokkal kisebb falatokkal is lehetett egyébként díjat nyerni, ami jó. És amikor ez az első kötet megvolt, akkor készült el a második kötet, ami már egységesebb. Ez azt jelenti, hogy nem vegyes felvágott, ezt hanem csak két fő témája van. Az egyik fő témája az, hogy a teljes közoktatási 12 évfolyam számára megmutassa a közismereti tantárgyat tanító tanároknak azt, hogy a saját tantárgyukon belül hogy lehet, mint egy rejtett tantervként pályorientációt folytatni. Ez nem valamiféle partizán munka, meg nem a tantárgy ellen megy, hanem minden tantárgyban ott rejlenek a lehetőségek. Azért, hogy megmutassuk, hogy annak a tantárgynak a tartalma melyik pályán válhat munkaeszközzé, alkalmazási lehetőségé. A második része viszont még mindig a tűzoltás jegyében készült, és a második rész terjedelemben kiteszi a kötetnek kb. A háromnegyed részét, az a pálya szocializációról szól, mert a közvélemény is, szülők is, sőt a pedagógus kollégák egy jelentős része is azt hiszi, hogy szakmát kell tanítani a szakképzésben. Hát nem csak szakmát kell tanítani, hanem ahogy az előbb mondtam, valahogy úgy, hogy biológiai lényből társadalmi lényé kell fejleszteni a tanulót ahhoz, hogy szakemberként helyt tudjon állni. Tehát az a pálya szocializációról szól, és ahhoz a második kötethez formális elismerés nem született, hiszen nem volt, két évenként írják ki az Euro Guidance pályázatot, közben nem volt hova benevezni vele, de a Szent István Egyetemről hát igen forró készfogásokat kaptunk érte. És aztán jött a harmadik. Aztán jött a harmadik, mert hogy ki kellett terjeszteni a pályorientációt minden korosztályra, az egész kicsik számára is, és ezért ültem neki megírni azokat a mondókákat. Megmutatjuk közben, azért egy picit, hogyha tudjuk a kamerának, hogy itt ugye mindenféle szakmák vannak megjelölve, és aztán rajzok is vannak, amit majd kérném, hogy meséljen el, hogy hogy születtek, és mindegyikhez tartozik egy-egy kis versike, amit ugye ön írt. Igen, a 156 szakmához van bent mondóka. Ki kell javítanom magam, 156 mondóka van bent, de a legnépszerűbb, leggyakoribb szakmákhoz több mondóka is kötődik, tehát mintegy 140 szakmáról van akkor ezek szerint vers, ezt így nem számoltam meg. Nagyon egyszerű gyermekek számára érthető verselés, és amikor ezek készek voltak, vagy hát amikor már láttam, hogy hol lesz a vége, akkor megnyertünk két általános iskolát ahhoz, hogy rajzokat készítsenek a tanulóik a könyv illusztrálásához, és igen nagy lelkesedéssel készültek a rajzok. Körülbelül 450 rajzot kaptunk a két iskolából, hát a Munkácsiról és a Tóvárosi Általános Iskoláról van szó. Így aztán volt miből válogatni. De amelyik rajzok nem kerültek be a kötetbe, azok is még föl lesznek használva pályorientációs célra. És akkor ezt ugye nem csak a gyerekek tudják lapozgatni, hanem a tanárok meg egy jó kis segédletnek tudják használni, ahogy említett, ugye szoftverrel együtt, és hát ott a harmadik kötetben ugye még énekórára is kapnak tanácsot a tanárok. Igen, énekórára is kapnak útmutatót. Ott egy Bartóki dallam felhasználását vettük igénybe. És szakmacsúfolók vannak benne? Szakmacsúfolók vannak benne. Hiszen ez eredeti Bartóki ötlet, ezt mi csak meglovagoltuk, nem sértettünk meg semmit, túl vagyunk a 70 éven, a jogdíjakat sem kellett tisztázni. Szakmacsúfolók vannak benne, Bartóknál ez néhány szakma, itt ki van terjesztve közel 200 szakmára, de hát a gyerekek fantáziájára számítunk, hogy tovább folytatják, hiszen sokkal több ötletük van, mint nekünk. Most már nagyon a műsoridőnk végéhez közeledünk, de még két dologról mindenképpen kellene, hogy beszéljünk. Az egyik az, hogy
A Tóth István Tóth Terézia ösztöndíjakhoz önnek ugye igen sok köze van, minden évben átadják. Erről egy 2-3 mondatot csak szeretnék hallani, hogy ugye beszéltük itt a műsorunk előtt, hogy ez egy kicsit ki lesz terjesztve majd a jövőben. Mi ezzel a cél? A pályaorientáció természetesen bele lesz valamiest csempészve ebbe az egész ösztöndíjrendszerbe. Igen, tehát az általános tanulmányi ösztöndíj marad. Ezt rögtön az elején szögezzük le, hogy valaki megijedjen. A pályaorientációs tanári ösztöndíj is marad, és további kollégákat készítünk föl, hogy azt tudják csinálni, művelni. Egy harmadik része lesz a Tóth István ösztöndíjnak. Ez egy mentori ösztöndíj lesz. Tanulók kapnak ösztönzést arra, hogy a tanulótársaikat segítsék a tanulásban. Erre két ihletünk volt, ha szabad így mondani. Hát az egyik sajnos a vírus helyzetből jött, amikor az önkormányzat szociális segítőitől kaptuk azokat a visszajelzéseket, hogy jó-jó az anyagi segítség, jó-jó a minden, de időnként a gyermekeknek ebben a helyzetben tanulástámogatásra is szükségük volna. A másik pedig az, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum, bár nagyon jól áll lemorzsolódás ellenes munkában, egy 2 éves projekttel még megpróbál a helyzeten javítani, és így már a tanulók jutalmazási elvei közé is bevették az ő iskoláikban azt, hogy kiemelten kell jutalmazni azokat a tanulókat, akik a tanulótársaikat mentori munkával segítik a lemorzsolódás veszélyének a kiiktatásában, vagy a jobb tanulmányi eredmény elérésében, és polgármester úr ezeket a tapasztalatokat értékelve ösztönzött engem arra, mint a kuratórium elnökét, hogy adjunk valamilyen formális keretet is ennek a segítő tevékenységnek. És hát itt a műsorunk végéhez érve még nem szeretnék elmenni az mellett, a tény mellett, amiről ugye lehet, hogy röviden beszámoltunk, de még nem volt időnk ehhez gratulálni, ehhez az elismeréshez, ami ugye az ön személyét érinti. Igaz, hogy márciusban adták volna át ezt a díjat, de hogy Áder János a Magyar Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetésével díjazta és jutalmazta önt. Úgyhogy szívből gratulálunk. Vajon mi állhat e mögött? Nyilván egy életmunkája. Hát az egész életmunkája talán nem, mert az indoklásban a pályaorientáció fejlesztése és sokszínűvé tétele hangzott el. Persze hát ott van az egész élet a munka mögött. És köszönöm a gratulációt. Nagyon jól esett az elismerés, de itt is el kell mondani azt, hogy bár személy szerint én kaptam, de hát ez is egy közösségi munkának az elismerése, amit a szakképzési centrummal és az önkormányzattal együtt tudtunk csinálni. Mire sarkalja önt ez a jövőben? Most ugye már nyugdíjasként dolgozik, de még azért tevékenykedik a pályaorientáció területén. Milyen újabb jövőbeli elképzelések vannak? Én élni akarok azzal a lehetőséggel, amit a várostól és a szakképzési centrumtól megkapok. Elsősorban eszközfejlesztésre. Eszköz alatt értünk szoftvereket, kiadványokat, további játékokat. A következő az egy kártya lesz, de a többi az legyen meglepetés, hogy a családokhoz is bevigyük a tevékenységet. Családok együtt tudjanak kártyázni úgy, hogy nem hangzik el a pályaorientáció szó, de egyébként meg arról szól a játék, rejtve, mint a rejtett tanterv. És igyekszem minél több továbbképzési lehetőséget találni a kollégák számára, részt venni konferenciákon, ahova hál' Istennek elég gyakran meghívnak. Most ugyan az online konferencia a divat, de hát azon is lehet terjeszteni a pályaorientáció szükségességét és tartalmát. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és mesélt nekünk erről. Én kívánom, hogy ez sikerüljön a jövőben is, és sok-sok szép, eredményes munkát kívánok, még akár hasonló kötetek formájában is. Köszönöm szépen, igyekszünk. Kedves nézőink, Fűrész István volt a vendégünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Szép estét kívánok, viszontlátásra.